Jó estét kívánok, kedves nézőink! Tudják, ha kedveste, akkor ez a szokásos Tabuk, titkok, tények című műsor, amelyben szokás szerint ugye itt ő szakértőnk, Egeri György, kutatómérnök, gépészmérnök, a Magyar Tudomány Infanterie, illetőleg egy nagyon kedves vendéget köszönhetünk Nádorfi Lajos személyében, aki egyébként kolléga, mert hogy médiás, pontosabban operatőr. Köszönöm, a médiást azt nem vállalom, de az operatőrt és hát hiába nem vállalod, ez akkor is a tág médiához tartozik. És itt a kezembe tartok egy könyvet, amit meg is mutatnék valamelyik kamerának, hogyha ha úgy gondolják, oda vagy ide. Nem tudom, átszik-e. Ez a könyv gyakorlatilag sámánok, képek, szertartások, Hopál Mihály és Nádorfi Lajos munkája. Hopál írta a szöveget, Nádorfi pedig fotózta. És ennek az a különlegessége, hogy a Föld minden valamire való sámánjával már találkozott. Úgyhogy ez egy rendkívül izgalmas és érdekes beszélgetés lesz, ezúttal nem operatőrködésről esik soha, hanem egy kicsit misztikusabb dolgokról. Én át is adnám a szót a Gyurinak, annál is inkább, mivel ti régi barátok vagytok és jól ismeritek egymást, úgyhogy kérdezzen ő tőled először. Ugye a nagy kérdés, amikor valaki, aki itt Magyarországon él és magyar hírforrásokból találkozik, hogy ó, hát mit tudnak ezek a sámánok, ilyen klotgatyába ugrálnak, meg mindenféle furcsa hangokat adnak, hát ott, ahol nincs pénz, meg a butaság dívik, ott hát ez van most gyógyászat helyett. Ugyanakkor az ember értő szemmel és kíváncsian elolvassa néprajzosok írásait. És most már egy évszázada kutatják ezeket a mondjuk népi gyógyászatnak nevezett módszereket. Egészen döbbenetes eredményeket lehet olvasni. Amikor én először olvastam afrikai sámánokról, le voltam döbbenve, mert néprajzosok egészen konkrétan leírták, hogy sámánok meg tudták mondani a törzsnek, hogy mikor jön és milyen típusú állatokból arra egy csorda, akikből hát zsákmányt lehet ejteni, mert ott, ahol sivatag volt, és egyáltalán nem lehetett akármikor, akármennyi vízhez jutni, ha nincs a sámán, az a törzs elpusztul. Tehát a sámánok nélkül, egy működő varázsló vagy sámán nélkül az a törzs pusztulásra volt ítélve. Tehát az emberiség fennmaradása évezredekig véleményem szerint az ilyen különleges képességű embereken múlott, akik ha nincsenek, akkor az emberiség ebben a korai szakaszában egyszerűen megszűnik. Az ő különleges képességeik szükségesek voltak ahhoz, hogy zsákmányhoz jussanak feketén-fehéren az emberek. Mielőtt a Lajos reflektál, egy fél mondat, ez a kicsit hosszúra nyúlt kérdés, ilyet felvezető számomra reveláció erejével hatott, mert én azt gondoltam, hogy csak a burjátoknál meg a mongoloknál van sámán, és Afrikában nincsen. Hát ezek szerint máshol is van, igaz, Lajos? Mindenütt, ahol ember élt, ott sámánok voltak, csak legfeljebb papoknak nevezték őket, aha, vagy gyógyító embernek, vagy javasasszonynak, tök mindegynek nevezzük. De most már mi túl sokat beszéltünk, szeretném, hogyha a Lajos mesélne a milliónyi tapasztalatáról, minden kontinensen lehetett sámán találni. No, jól elvagytok, élvezettel hallgatom. Hát először is tisztázni kéne a fogalmakat. Mi az, hogy sámán? Mert akkor derül ki, hogy mi van a különböző földrészeken. A sámán az egy mandzsutungus eredetű szó, a szó töve legalábbis, a sá. Sá azt jelenti tungus nyelven, hogy tudni.
tehát a tudó, a tudós embert nevezik ők sámánnak. Na de hát mit tud ez a tudó ember? A sámánok a természetben élő népek tudósai. Ős idők óta. Hogy milyen régen, azt még a kutatók se tudják, mert hiszen már a barlang rajzok falán is, a barlangok falán levő rajzokon is vannak sámán ábrázolások, és hát azt ki tudja, hogy az 15 ezer éves, 150 ezer éves, nem lehet tudni. Szóval lényeg az, hogy az írott történelem előtti. Bőven ott voltak. Bőven előtte már voltak sámánok. Na, hogy mit tud ez a sámán? Hát én elsősorban az eurázsiai sámánokról tudok mesélni. Tudós nem vagyok, de egy nagyon nagy világhírű tudós társaságában jártam ezeknél a sámánoknál, Hopál Mihály professzor emeritus, aki ma a véleményem szerint a világ első számú eurázsiai sámánkutatója. Most is éppen egy nemzetközi sámán konferencián van valahol Észtországban. És nekem az volt a szerencsém, hogy az ő kutató expedíciójának a része voltam akkor, amikor a sámánság éppen újjászülethetett. Ez pedig azért nagyon fontos, mert ugye több száz évig elnyomatás alatt, tiltás alatt volt, hol az egyház, hol a kommunizmus tiltotta, és a Szovjetunióban a kommunista idők alatt feljelentési kötelezettség volt. Ha valaki sámán szertartásról tudomást szerzett, akkor feljelentést kellett tenni. Szóval lényeg az, hogy nagyon sokukat üldözték, halálba kergették, vagy akár ki is végezték. Tehát nagyon kemény elnyomatás alatt voltak, és csak nagyon nagy titokban lehetett sámánszertartásokat végezni. Sámánok természetesen születtek akkor is az elnyomatás alatt is, de hogy ez hogy történt, mint történt, és kik ezek, az akkor derült ki, amikor véleményem szerint a világ legnagyobb politikai vezetője, akinek volt bátorsága, és egyáltalán eszébe jutott felszabadítani a sámánságot, Mihail Gorbacsovnak hívják az urat. Neki köszönhetjük, hogy újra szabad ma már ugye a volt Szovjetunió Oroszország területén sámán szertartásokat végezni, és a sámánok a gyógyító tevékenységüket folytathatják. És Hopál Mihállyal nekünk nagyon nagy szerencsénk volt, hogy jó időben, jó helyen voltunk, amikor 1992-ben történt ugyanis, amikor Gorbacsov felszabadított, tehát törvénybe iktatták ezt. És szinte a kamerám előtt született újjá a sámánság. Nem izmus, Hopál Mihály azt mondja, hogy a kommunizmus az izmus, de a sámánság az nem izmus, az sámánság. Tehát a sámán az az ember, aki tud valamit, amit a többség nem tud, illetve nem tudja magáról, hogy tudja. Természetesen olyan képességekről beszélünk, ami tulajdonképpen minden emberben kifejleszthető, csak aki nem használja, abban nem alakul ki. Ugye az a szervünk, amit nem használunk, az elsorvad. A szibériai sámánok elmondták, hogy, és a könyvben interjú is van velük, tehát el lehet olvasni, hogy a különböző sámánoknál apáról, fiúra vagy anyáról, leányra. Tehát vannak törzsökös sámánok, akiknek már a ükörög apjuk is sámán volt, és így öröklődött a képesség. Amikor sámán születik, az tulajdonképpen a szülei már, vagy a család, de legalábbis az édesanyja, az már előre tudja, hogy itt bizonyos jeleket kap, és ott furcsa dolgok történnek. Már csak azért is, mert a sámán gyerek az
foggal születik, de legalábbis valami plusz csontja van. Aztán hat ujja van, szokták mondani. Igen, olyanok is vannak. Tudok is nektek mutatni olyan képet, de az csak a laptopomon van. Kunkovács Lászlónak van egy fotója, egy hortobágyi juhászról, akinek hat ujja van. És akkor ő sámán, magyar sámán? Ez csak az egyik attribútum. Ja, értem. Az még nem biztos, hogy sámán. Majd mindjárt menjünk sorjába. Tehát a sámán gyerek foggal születik, vagy plusz csontja van. A plusz csontra később majd nagy szükség lesz, mert a sámán beavatás során a démonok szétszedik a sámán testét. A könyvben benne is van az a festmény, egy sámán festő gyönyörűen ábrázolta, hogy a démonok szétszedik a sámán testét, és csak akkor tudják összerakni, ha van egy plusz csontja. Tehát, hogy ez egy plusz új, vagy egy borda, vagy fog, az tök mindegy. Szóval a lényeg az, hogy legyen egy plusz csontja. Vagy ha nincs neki csontja, akkor fölveszi a csontvári nevet, és mindjárt lesz egy csontja. Ezt nem véletlenül mondtam. Csontvári sámán volt? Vagy ezek az attribútumok, vagyis elengedhetetlen feltételek nála is megjelentek? Jó, nem akarok ennyire elé menni, látom, hogy fel van építve koreográfával. Maradjunk abban, hogy egy óriási nagy festő volt. Tessék okay. meghallgatni Papp Gábor előadását Csontváriben. Hát én a képeit ismerem és imádom. Hihetetlen dolgok történnek azokon a képeken. Tehát a sámán gyerek egészen pici korában sokáig nem beszél. Nagyon későn szólal meg. Ilyen visszahúzódó magának való gyerek, inkább a erdőbe kújtorog, a növényekkel, az állatokkal szeret társalogni és együtt lenni. A gyerek társadalom is úgy kicsit kirekeszti magából. Aztán serdülőkorban ugye jönnek a problémák, mert serdülőkorban megjelenik a sámán betegség, ami általában egy ilyen nyavajatörős, eszméletvesztős betegség. Nem véletlen, hogy az epilepsziásokat szentként tisztelik, és morbus sacer az epilepszia latin neve, ugye szent betegség. És ebből a betegségből akkor tud kigyógyulni, hogyha elvállalja a sámánságot, de akkor szükség van egy idős sámánra, aki a beavatást elvégzi, és hozzá segíti a sámán jelöltet ahhoz, hogy a képességeit ugye kibontakoztassa és használni tudja. És onnantól kezdve beszélhetünk sámáról, ha már a beavatás megtörtént és túlélte ezt. Tehát a beavatási szertartást. Tehát születni kell, és nem lehet iskolában tanulni. Ez így igaz, a sámánt, a sámánt a szellemvilág választja ki. Tehát nagyon jó, hogy ezt mondtad. Akkor engedjétek meg, hogy idézzek. Igen. Mert lesz idő, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyűjtenek maguknak tanítókat, mert viszket a fülök, és az igazságtól elfordítják az ő fülöket, de a mesékhez odafordulnak. Ezt Pál apostol írta a második levelében Timóteushoz. Tehát ez bibliai idézet. Sajnos nagyon aktuális, mert ugye sámán ügyben is rengeteg a tévhit, meg a félremagyarázás, pláne a táltosoknál. De arról majd csak akkor beszélek, ha valaki megkérdezi, hogy mi a különbség a sámán meg a táltos között. De ugye még iszol egy kortyot, addig egy megjegyzés, hogy a sámán szónak, vagy a fogalomnak magának van egy kissé pejoratív értelme, vagy ezt rosszul érzem? Az én kultúrámban nincs a sámánnak pejoratív értelme, az én kultúrámban a sámán a természeti népek tudósa. Meg kell, hogy mondjam nektek, hogy amikor én először keveredtem a természeti népek közé, már akkor döbbenetes volt, aztán Szibériában végképp, mert először Dél-Amerikában találkoztam ilyen jelenséggel, Ecuadorban, és jó 10 évvel később jártam csak Szibériába.
de a természeti népek között azt tapasztaltam meg, és a tapasztalásról még beszéljünk, azt tapasztaltam meg, hogy a természeti népek számára a természetnek természetes része a szellemvilág, az a szellemvilág, amiről mi európai kultúrán nevelkedett emberek el se hisszük, hogy létezik. Uh-huh. Ők, a természeti népek a hétköznapi gyakorlatban naponta használják a szellemvilággal való kapcsolatot. Naponta használják. Nem egyszer, egész nap. Ez konkrétumban hogy jelenik meg? Tessék megnézni a filmünket. Azt és hiszem, ott van konkrétumban. Majd mindjárt mondok erről is valamit. A dolog lényege az, hogy a sámán olyan képességekkel rendelkezik, hogy tudatosan képes előállítani azt a megváltozott tudatállapotot, amely tudatállapotban, vagy extázisban, vagy révületben, vagy transzállapotban, vagy meditációs, vagy meditatív állapotban, vagy ima állapotban, tök mindegy, minek nevezitek. Ebben a megváltozott tudatállapotban az emberi elme számára kinyílnak a kapuk más világok felé. Ezt én úgy értelmezem, és azt tapasztaltam, hogy ezek a más világok, ezek más dimenziók is lehetnek. Na most ezekből a más világokból hozza a sámán az üzenetet az ember számára. Tehát ezt a megváltozott tudatállapotot mindig tudatosan valamilyen cél érdekében állítja elő, hogy segíthessen megoldani egy-egy ember problémáját, vagy egy család problémáját, vagy a törzs problémáját. Legyen az egészségi probléma, vagy lelki probléma, vagy bármi. Vagy például az, hogy jöjjön már valami állat, mert éhen halunk. Tehát ezeket a dolgokat megváltozott tudatállapotban, a szellemvilág segítségével ő tudja kezelni. Na most, hogy milyen üzenetek jönnek a szellemvilágból, arra is mondok nektek példát, mert akkor érthetőbbé válik a dolog. Főleg, ha megtalálom azt az üzenetet, amit én nektek el akarok mondani, mert itt több üzenet is van. Na, egy ilyen üzenet például. A természetben általatok még fel nem fogható kötelékek útján minden láncszerűen kapcsolódik egymásba. A legellentétesebbnek látszó dolgoknak is vannak érintkezési pontjai, amelyeket az ember jelen állapotában nem ért, értelmével segítheti ugyan, de megérteni csak akkor fogja Isten teremtését, ha értelmének teljes fejlettségét már elérte, és legyőzött minden előítéletet, gőgöt és tudatlanságot. Addig azonban korlátolt szelleme csak szűk és kicsinyes világításban lát. Tudjátok meg, hogy Isten önmagának ellent nem mondhat, és hogy a természetben minden összhangban van azok által az általános törvények által, amelyek a teremtőnek felséges bölcsességétől soha el nem térnek. Ez azt jelenti, Gyurikám, és ez neked külön szól, hogy pontosan az, amiért én téged nagyon tisztellek, hogy a tudás gőgje akadályozza meg a tudósokat a tudás megszerzésében. Abban a pillanatban, amikor kellő alázattal fordul az ember a tudomány felé, akkor kinyílnak a lehetőségek. Az európai kultúrán nevelkedett embereknek vagy tudósoknak az az alapvető hátrányuk, hogy zsákutcába jutottak, amiatt, hogy kizárólag csak az öt érzékszerv által érzékelhető módon bizonyított dolgokat tekintik tényeknek, vagy igaznak. És még az sem mindet. Így van. Én bármikor 20 másodpercen belül bárkinek bebizonyítom, hogy az öt érzékszerven túl is van érzékelése.
ezeket sem szabad figyelmen kívül hagyni. De ezt már ugye Heisenberg az ő bizonytalansági tényezője felfedezésekor már erősen pedzegette, de mondok én nektek olyat is, ami nagyon ide tartozik, és nagyon fontos, és érthetővé lesz a dolog. Azt mondja, hogy olyan emberként, aki egész életemet a tisztafejű tudománynak, az anyag tanulmányozásának szenteltem, a következőket tudom elmondani önöknek az atomokról. Olyan, mint anyag, nem létezik. Minden anyag egy olyan erőből származik és létezik, amely az atomi részeket rezgésbe hozza és összetartja ebben az apró rendszerben. Ezen erő mögött fel kell, hogy tételezzük a létezését egy tudatos és intelligens elmének. Ez az elme az összes anyagnak a mátrixa, mondotta Max Planck, Nobel-díjas fizikus, a kvantum elmélet atya. Ugye az előző adásban is itt megismertünk egy hölgyet, aki hangrezgésekkel gyógyított tibeti leegyszerűsített módszerek alapján, és különösen pszichés problémák esetén úgy tűnik, hogy elfogadható megoldásokat nyújtott. De most konkrétan nagyon szeretném, hogyha te elmesélnéd személyes tapasztalataidat, hogy mit tudnak a sámánok. Most ne foglalkozzunk az európai vagy általában a tudománnyal, mint intézménnyel, hanem csak a tapasztalatokkal, hogy neked, mint dokumentaristának milyen érdekes tapasztalatait gyűltek össze az évtizedek alatt. Hát döbbenetes tapasztalatok. Részletez légy. Engem ez... nagyon mélyen érintett. Gondolom, erről órákat tudnál beszélni. Több órán keresztül. Tessék megnézni a könyvet, vagy megnézni azt a filmet, amit adtam most nektek, a Gyógyító dobok. Nem véletlenül ez a címe a filmnek, ezt Topál Mihállyal csináltuk Szibériában. Hát természetesen úgy, ahogy az ősi magyar kultúrában is meg van énekelve, síppal, dobbal, nádi hegedűvel gyógyítanak, vagyis rezgésekkel. De a szibériai sámán is, meg az a Jóska Sós nevű, a Baksa Sós családból származó festőművész Jóska, aki Belgiumban élt, és kint voltunk nála, hát ő is ezekkel a tibeti ízékkel is, meg dobbal is, meg ilyenekkel gyógyította meg saját magát is, meg az embereket is. Szóval az egyszerűen döbben. Egyébként a Kizilben, Tuva fővárosában Kenin Lobszán professzor, aki a tuvai sámánoknak volt a Sámán Szövetségnek az elnöke, ő elmondta azt, hogy van olyan pszichiátriai betegség, amit csak dobbal lehet gyógyítani. Például a skizofrénia. Azt dobbal simán tudják gyógyítani. Dobolással. Tessék elmenni, van erre magyar példa, Caga Orsolya és Elekes Gábor, azt hiszem a férje, ők is a függőségben szenvedő betegeket rendkívül jó eredménnyel gyógyítják dobolás segítségével. Tehát magyar, kórházban is. Ha valaki heroin függő, vagy ezek a olcsó designer drogoknak a függői. Most az elvonáson kívül nem sok más ötletet tud adni a jelen orvostudomány, akkor tapasztalatait szerint ezeket az embereket le lehetne szoktatni az anyagról, úgymond. Ezt én így konkrétan nem tudom, erről Orsit kéne megkérdezni, bár úgy emlékszem, amikor én a filmet csináltam velük, akkor elsősorban az alkoholfüggőség. Az is nagy téma, meg akik cigiznek. Tudtak, a dohányzásban is és az alkoholban remek eredményeket értek el, hogy aztán ez egyéb anyagokra is kiterjedte, később valószínűleg tartom, de ezt tőlük kéne, hívjátok meg. Tőle kellene ezt megkérdezni, de egy biztos, hogy Tuva köztársaságban a gyógyító sámán központ, az itt Srévizai, ugyanabban az utcában, Srévizai szemben van a kórházzal.
Na most ott, Szibériában, az Isten háta mögött, egy olyan országban, ami Oroszországtól függ, és Moszkvában van a központ, sok ezer kilométerre, hát oda nem csak a gyógyszerek nem jutnak el, de már orvos sem. Úgyhogy ott se műszer, se gyógyszer, se orvos, és a betegek átmennek a kórházból a sámán központba, mert ott viszont gyógyszerek nélkül is tutira meggyógyítják őket. Az ugyanis működik. Ősidők óta működik. Most az a kérdés, hogy ez kizárólag a pszichiátriai eredetű betegségekre igaz-e, vagy úgymond szervi betegségekre, bár itt nagy vitákat lehetne arról rendezni, hogy a daganatos betegségek, ugye abból is van, vagy 180, mely része pszichológiai, pszichiátriai eredetű. Ugye azt mondják az igazán őszinte emberek, hogy minden daganatos betegség gyökerénél van valamiféle pszichés indítatás, szóval általában a stressz és gyakorlatilag az immunrendszernek a leülése okozza aztán a daganatos betegségeket, az immunrendszerre pedig komoly hatással van tulajdonképpen a léleknek, a pszichének. Kulcsár Gyura professzor már bebizonyította, hogy az immunrendszeren kívül is van védekező mechanizmusunk a daganatok ellen, de én orvos nem vagyok, tudós nem vagyok, erről én nem tudok nyilatkozni. Én arról tudok nyilatkozni, hogy a sámánok mit csinálnak. A sámánok az egyensúlyt állítják helyre, ők harmonizálnak. Természetesen itt energiákról van szó. Miután Max Planck-tól most már tudjuk, hogy minden energia, bár állítólag az Einstein-féle egyenlő MC négyzet is azt mondja, hogy a tömeg nem más, az anyag nem más, mint energia. Tehát itt már be kéne látni a tömegeknek is azt, hogy a tudósaink, főleg amióta kvantumfizikáig eljutottunk, tudósaink már megállapították, hogy anyag nincs, csak energia. Tehát az energia törvényeit meg nagyjából ismerjük, és az energia törvényei azok remekül működnek. Hogyha itt ebben a szobában meleg van, a másik szobában hideg van, kettő között kinyitod az ajtót. Kiegyenlítődik. Ugye? Meg se tudod akadályozni, egyensúlyra törekszik a dolog. Na most ez minden energiával így van, nem csak a hőenergiával, hogy egyensúlyt kell teremteni. A sámánok tevékenysége az, hogy rezgésekkel gyógyítanak, az nem más. Ők ugye más kifejezéseket használnak, mert más kultúrkör, de ők azt mondják, hogy ők a gonosz szellemeket, meg a rosszat kiűzik az ő szertartásuk segítségével, és ha bármelyik szertartást megnézitek, mindig arról van szó, hogy egy, a sámán, nézd meg a szemét, a sámán rákoncentrál, a tudatosan összpontosítja a figyelmét arra az emberre, akivel foglalkozik. Nagyon odafigyel rá. Ahova a figyelmemet összpontosítom, ott mindig történik valami. Az persze nem árt, ha az ember meghatározza, jól meghatározza a célt, hogy hova összpontosítom a figyelmemet, mert ott mindig történik valami. Ezt úgy hívják, hogy teremtés. Tehát ha én az energiámat oda összpontosítom, ahova figyelek, oda megy az energia. Ahova az energia megy, az ugye a cél. Ha én oda küldöm az energiát, akkor ott valami megvalósul. És nem csak az az energia, amit én oda összpontosítom, mert az energiának van egy olyan tulajdonsága, hogy a hozzá hasonló frekvencián rezgő energiákat bevonza. Mindenhonnét. Más dimenziókból is. Tehát akkor, amikor a vallásos emberek arról beszélnek, hogy jönnek az angyalok és segítenek a gyógyulásba, ha én imádkozom a beteg egészségéért, akkor valóban ez történik, hogy más dimenziókból is jönnek azok a lények, akiknek az a dolguk a teremtésben, hogy ilyen esetben jöjjenek segíteni. Az a dolguk, de addig nem léphetnek működésbe, amíg erre tőlem, az embertől a parancsot meg nem kapja. Nem kell könyörögni,
nem kell kérni, hanem meg kell mondani, hogy mit akarok, és akkor az történik. Természetesen ez akkor történik leginkább és legerőteljesebben, ha a hálámat fejezem ki. Nem kérni, nem könyörögni, tulajdonképpen parancsolni sem muszáj, hanem hálás vagyok azért, hogy meggyógyul a beteg. Akkor jön a legtöbb energia. Na most, ha megnézed Mokuról a tovai sámán, nézd meg, hogy milyen, egy ilyen pici ember. De az összes tovai sámán azt mondta, hogy ő neki van a legnagyobb ereje. Hogy hihetetlen alázattal, tisztelettel, szeretettel fordul afelé az ember felé, akit éppen megtisztít, úgymond a gonosz szellemektől, a gonosz erőktől, a rossz erőktől, ami azt jelenti, hogy abban segít, hogy az ember körülvévő, vagy hát az ember maga is energia. Szóval a lényeg az, hogy az az energiamező, ami mi vagyunk, mert ugye nem csak az vagyok, akit a bőröm határol, hanem annál egy sokkal kiterjedtebb energiamezőm van. Ugye ezt útják, hogy aura, és az egészséges aura az tojás alakú és aranyszínű, közvetlenül a test mellett meg világoskék, és amikor ebben az aurában valami elváltozás történik, akkor az jelzi a problémát. És ezt kell ugye megtisztítani és helyreállítani, harmonizálni, az egyensúlyt helyreállítani. Ebben tud segíteni a sámán, de erről eszembe jutott valami, azért kérdeztem, hogy mennyi időtök van rá, mert Ecuadorban az Amazonas mellékfolyójánál a Rio Napo folyó partján élnek a Kiho törzs tagjai. Ha már ismeretterjesztésnél tartunk, azt is el kell mondanom, hogy ezek nem indiánok, mert India az egy másik földrész, ez Dél-Amerika. Tehát ne hülyítsük a népet. Tehát ezek dél-amerikai benszülő törzsről van mi szó. Csak Indiában élnek indiánok? Az indian az egy angol szó, és azt jelenti, hogy indiai. Aha. Hát hol élnének az indiának, ha nem Indiában? Ez egy sajtóhiba volt, Kolumbusz azt hitte, hogy Indiába jutott. Igen, és, ezt tudom. És ekkor kezdték aztán megkülönböztetni Kelet-Indiát, meg Nyugat-Indiát, csak azért, hogy a becsületet mentsék. Aha. Nekik minden, ami nagyon távoli, meg egzotikus volt, az India volt. Aha. Ez jelképezte. Szóval a Kiho törzsnél jártunk, és összetalálkoztunk Domingóval, akinek az édesapja sámán. A Placido Domingóval? Nem. Ez nem Placido volt, de Domingónak hívták, ami vasárnapot jelent egyébként. Szóval ez a Kiho törzsbéli fiú mesélte el azt, hogy az apja, ő is ugyanolyan rosszul tudott spanyolul, mint én, úgyhogy egész jól megértettük egymást. És mert apja az nem beszélt spanyol, az csak kecsúa nyelvet ismeri. És elmesélte, hogy milyen növényeket, mire használ az öreg, meg hogyan, szóval őt is már megtaníthatta a gyógynövények használatára. És amikor a riporterünk föltette neki a kérdést, hogy igen ám, de mi van akkor, hogyha egy új betegség üti fel a fejét a törzsben, ugye ez az ember ez nem járt iskolába, írni, olvasni nem tud, spanyolul se tud, nincs a neve előtt az a két szép betű, mint a tiédnél, akkor honnét tudja, vagy mit tud? Hát, diagnosztika, meg mit tudom én, terápia, ezekről van-e fogalma? Nem persze, olvas, természetesen orvosi folyóiratot. Nem olvas orvosi folyóiratokat. Erre azt mondja a srác, akik nem olvasnak. Hú, ha te azt tudnád. Hát Dél-Amerika, Ecuadorban is van olyan törzs, ez az auka, ami vadat jelent, a legvadabb törzs, ahol az a törvény, hogyha a törzs tagjait nem tudja a sámán meggyógyítani, akkor a csontafalándzsát, a csontapálma az a legkemény, az a vasfa, amit ők vas helyett használnak. Igen, igen. Ha abból csinálják a cölöpöt a pálmakunyhóhoz, akkor abban a vizes, sáros talajban megmarad. Sem rohad el.
hihetetlen keveset. Szóval ezt a csontafalándzsát, ezt úgy vágják bele a manusba, hogy mint a sündisznó úgy néz ki, és többet nem sámán. Hát akkor nem lehet életbiztosítás sámának. Na, én szeretném látni, hogy melyik professzor melyik klinikán vállalná ezt a kockázatot. Szóval ott olyan nincs, hogy nem gyógyítja meg. Tehát egyszerűen nem lehet kétségbe vonni a sámán gyógyító képességét. Ez érdekes. Mert ha nem gyógyít, nem sámán többé, nem is ember, és a halott. Na szóval, Domingo apja következőt csinálja, jön az új betegség. Azt mondja, volt ilyen, Fibra Amarillo, ez a sárgaláz, amit ugye a fehér ember kegyeskedett behurcolni a törzs tagjai közé, és hát ugye ezzel még nem találkoztak, hát nem tudom, mit kell csinálni. Jó. A papa, aki ugye a törzsnek a gyógyító embere volt, ott nem sámánnak hívják egyébként, hanem a spanyolul brujo, az varázslót jelent. Szóval ez a gyógyító ember ugye megnézte a beteget, majd utána azt mondja a Domingo, hogy 3 napig nem evett, tehát egy kis böjtel megtisztította magát, majd este sötétben bement az erdőbe. És addig nem is jött ki, amíg meg nem találta a cuccot. Azt a növényt, aminek a segítségével... Na, de hát honnan tudtad, hogy mit kell keresni? Köszönöm a kérdést. Isteni kérdés, erre akkor tudok válaszolni. Egy adatbázisba bement, és megnézte. Elővett az okostelefont, és megnézte. A következő kép, ezt... Igen, ez engem is foglalkoztatott ez a kérdés, hogy hogy csinálta, és ennek egyetlen egy módja lehet csak. Ezt nem ő mondta el, ezt én gondolom így, mert nem lehet másképp. Ő nyilván nem is használna ilyen kifejezéseket. Ugye az előbb már beszéltünk arról, hogy az egészséges aura, tehát az embert körülvevő energiamező, tojás alakú, aranyszínű, és a test mellett világos kék. Barbara Ann Brennan könyve a gyógyító kezek. Barbara Ann Brennan a NASA-nak volt a kutatója, és írt egy könyvet, mert ő tanulmányozta az aurát. De ő nem volt sámán. Nem. Ezt csak azért mondom, hogy utána lehet nézni, mert ott szépen színesen le van rajzolva, hogy ez hogy működik. Amikor valamilyen szervünk megbetegszik, akkor onnét már nem az egészséges energia áramlik bele a tojásba, hanem az már hibás. Az azt jelenti, hogy elformálódás, elszíneződés keletkezik a tojásban. Na már most. Abban az esetben, hogyha az az ember, aki lát, és miért megy be sötétbe? Hát azért, mert a sötétben látja jobban a növények auráját. A verőfényes napsütésben, ha én ide rakok az arcodhoz egy gyertyát, akkor a gyertya fénye az arcodon nem látszik, mert vagy akár itt is, ahol nagyon erős lámpák égnek, a gyertya fényét nem látod. Tehát ha sötétben megy be az erdőbe, akkor jobban érzékeli a növények által kisugárzott energiát vagy fényt. Ez az egyik dolog. A másik dolog. Ugye arról beszéltünk, hogy a sámánok szóba állnak az állatokkal, növényekkel, de még az erdő szellemével is. És megkéri az erdő szellemét, hogy vezesse őt oda ahhoz a növényhez, amelyik ennek a betegségnek a meggyógyításához hozzásegíti az embert. És megtalálja. És akkor ő neki semmi más nem kell nézni, mint azt, hogy annak a növénynek milyen színű és milyen formájú a kisugárzása, hogy az beleillek-e, mint a puzzle, a tojásba, és kiegyenlíti-e. Mert ha igen, akkor azt a növényt kell valamilyen módon bejuttatni a szervezetbe. Ilyen egyszerű a dolog. Miután egy 5,5-6 percünk van hátra a mai adásból, azért szeretném, ha nem sikkadnánk el, a Csontváry fölött, amire nagyon nagyot tizítél, hogy hóha, és
Azért ezt beszéljük át, akkor mi van ezzel a csontvári ügyel? Pau Gáborral szíveskedjen ezt megbeszélni. De mondjál már valamit, hogyha már egy felkeltetted az érdeklődésünket. Sáván volt a csontvári? Pap Gáborral tessék megbeszélni ezt a dolgot. Akkor... Én nem akarok abba a hibába esni, hogy olyan dolgokat mondjak, amiket nem kéne. Akkor mentőkérdésként a magyar táltos és a sámán között mi a kapcsolat és az átjárás? És van egyáltalán átjárás? Hát szerintem több, mint átjárás, mert az eurázsiai sámán magyar és európai kultúra beli változata a táltos. Tehát mi nem sámánnak, hanem táltosnak nevezünk. Igen, ez olyan érdekes, hogy az ember első pillanatra hallja ezt a szót, hogy táltos, és mondjuk nincs megfelelő antropológiai, meg egyéb ismeret, azt gondolná, hogy egy lovon közlekedő emberről van szó. Hát mert a paripát is táltosnak nevezik, mivel a ló az totem állat. De egyébként meg kell, hogy mondjam, hogy ha az erdélyi kultúrát tekintjük bizonyos fajta gyökérnek, már pedig hajlamosak vagyunk erre, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy Erdélyben nem használják ezt a kifejezést, ők a tudót használják. Már a táltost nem használják? Igen. Vas Albert a Hagyaték című művében leírja, ő még találkozott tudókkal. Aha. Hát tudós ember. Tudós ember, tudós pásztor. Hát gondolja, hogy nincs más dolog, teregeti nyáját, lefekszik a fűbe, fölnéz, mit lát, csillagokat, elmorfondíroz rajta, ott rettentő sokat tud meditálni, elfurujázgat, elmeditálgat, amíg legelnek a birkák, addig sok mindent megtud a természetről. Hadd tegyek fel egy profán kérdést, Lajos. Budapesten van sámán most? Itt van. Itt van Budapesten a sámán. Hát így könnyű alakba ezek szerint. Aha. És Magyarországon? Hát attól függ, hogy milyen értelemben. Sámán tevékenységet folytató magyar emberről tudok. És nem tiltott tudomány Magyarországon, ugye? Nem. Hát ha Gorbacsov nem hát, a Gorbacsov felszabadította, akkor így lett utána. Hát itt ugye természetgyógyásznak hívják az ilyet, de hát nem minden természetgyógyász sámán. És nem minden sámán természetgyógyász. És nem minden sámán természetgyógyász. De erről a kérdésről kérdezzétek meg Gál Zsuzsát. Te óriási fazon vagy, bejössz hozzánk beszélgetni, és akkor adod az éjszákat, hogy kivel beszélgessünk. Hát persze, hát én nem fogok itt villogni azzal, hogy én vagyok a világos, mindentudó. Hát nem is erről van szó. Amit én nem tudok, azt a szakemberre bízom. És ezért mondom a szakembereket. Csontvári ügyben Pap Gábor, remek szakember. A magyar sámán ügyben, illetve azoknak a sámánok ügyében, akik gyakorlati tevékenységet folytatnak, Gál Zsuzsát tudom javasolni. Jó, hogyha a Csontvári ügyében behívjuk a Pap Gábort, akkor mit tudhatunk meg tőle például? Hát azt, amit ő elmond. Igen, nem... Egy fontosabb kérdést tennék fel, neked személyesen voltak-e sámán gyógyítási vagy különleges tapasztalataid, amit te éltél meg itt vagy ott? Persze, vagy ott. Persze. Ezekről mondanál pár szó? Nem, nézzétek meg a filmet. Hát most a nézők jó, lehet beszélgetni. Nem tudják megnézni, de jó lenne majd részleteket később. Hát akkor gondoskodjatok bejátszani. Arról, hogy meg tudják nézni. Én a filmet odaadtam. Később majd szeretnénk, de azért csepegtessél már egy kis tudást itt, hogy milyen... Szomjú húzunk rá. Hát ahhoz egy hosszabb beszélgetésre lenne szükség. Hát, mi csak most már az 5-6 perc az eltelt. Sikló vagy. Hát nem, gyerekek, vagy komolyan veszünk valamit, vagy nem. Én itt nem fogok linkeskedni, hogy most itt... Jó, akkor még egy dolog, most már tényleg nagyon kevés időnk van. Tervezel mostanában valami olyan utazást, aminek az a célja, hogy jobb sámánokkal találkozz, vagy olyan területeket keres fel, ahol funkcionálnak?
Ez sem volt jó kérdés, akkor nem tudom, mit kell kérdezni. A kérdés az nagyon jó, de ilyen kérdést ma Magyarországon nem illik feltenni. Miért nem? Mert itt azt mondtátok, hogy politikáról nem lehet szó. Na most én erre a kérdésre csak azt tudom válaszolni, hogy amit pártunk és kormányunk lehetővé tesz, azt tervezhetem. Ja, értem, hogy neked ez komoly anyagi segítség hát kellene. Másképp nem megy. Pénz nélkül nem lehet. Na most ma én hiába adok be pályázatot Sámán filmügyében, így visszadobják. Te is, nem lehet az Európai Unióból pénzt szerezni erre? Hát ha ennek tudod a módját, akkor állok elébe, és tudom, hogy hova kell menni, és tudom, hogy kivel kell menni, hogy olyan filmet csináljunk, hogy mindenki összevarja magát. Hoppá! Hát akkor... És nem is kell sok pénz, 10 millió elég. Igen? És lesz olyan, mint a csillagos, mint a csillagok háborúja? Nem, annál sokkal keményebb lesz, mert nem fiction, hanem valóság. Aha. És olyan valóság, amitől dobtok egy hátast. Hát Lajos, azt kívánom neked, hogy ez a fikció váljon valósággá, hogy meg tud ezt a filmet csinálni. És akkor búcsúzom is a kedves nézőktől abban a tudatban, ugye, hogy csak egy hétig történik mindez, aztán majd a tavok titkok tények ismét jelentkezik. Megköszönöm Nádorfi Lajos operatőr és Sámán szakértő barátunknak az érdekes csevejt. Az Hopál Mihály. És Egeri Gyögynek úgy szintén. Kedves nézőink, további kellemes estét, viszontlátásra!